A Rotary Klub és az Egyetemi Központ együttműködésének célja, hogy együttes erővel támogassanak tehetséges fiatalokat. Az eseményen részt vettek az ELTE hallgatói önkormányzatának vezetői, valamint a Rotary Klub korábbi és jelenlegi elnökei. Az ELTE már korábban is aktívan részt vett karitatív tevékenységekben. Segpontelte.hu per segítések oldalon a kedves érdeklődők végig tudják nézni, el tudják olvasni azokról a programokról szóló híradásokat, amit már a segítések programba végigvittünk 2020. februárja óta. Azóta létezik a segítések program. Hozzátette, hogy az ELTE hallgatóinak fontos az elesettek és a fogyatékkal élők segítése. A tavalyi gólyabál bevételét például autistákkal foglalkozó szervezetnek és állatvédőknek ajánlották fel. Jelenleg 7 olyan hallgató van, akik kórházban korepetálást vállalnak beteg gyerekeknek. Sok kapcsolódási pont van a Rotaryval, mind a segítés, mind a tudományos munka terén. A Rotaryval azért kötöttünk most ma együttműködési megállapodást, mert mi folyamatosan keressük azokat a civil szervezeteket, akik hasonló módon gondolkodnak, mint mi a segítések projektben, hasonló módon tudnak kapcsolódni azokhoz a programokhoz, amiket mi végig szeretnénk vinni a hallgatókkal. A Rotary Klub 1993-ban indult újra Szombathelyen, melynek célja fiatal, tehetséges tanulók támogatása. Segítségükkel számos diák juthatott el Afrikába, Ázsiába, Dél-Amerikába cserediák programban. A klub több éve próbál kapcsolódni az egyetemhez. A most kötött megállapodással az is cél, hogy az ELTE-sek megismerjék a Rotary szellemiségét. Szeretnénk, hogyha a fiatalok velünk együtt dolgoznának, ilyen a mentorprogram, amit a gyermekek részére szeretnénk elindítani, azok részére, akiknek a tanulmányi eredményük most egy kicsit gyengébb, de hát a jövőben mi azt szeretnénk, hogyha jobb lenne. Ugye köztudott, hogy ezek a gyerekek különböző otthonokból fognak kikerülni, és akkor itt Szombathelyen találkoznak majd az egyetemistákkal, és hát bízunk abban, hogy egy mérhető, igazi jó eredmény születik majd. Elhangzott, a társadalmi felelősségvállalás nem mecénás feladat. Mi magunk is tudunk tenni saját társadalmi fejlődésünkért. A Rotary Klub aktuális programjai között Szombathelyi okos zebra építés és a Barna 20 áldozatsegítő kihallgatási módszer terjesztése szerepel.